Itt az egykori polgármesteri hivatal épületében kapott helyet a Sárospataki járási hivatal 2013. január 1-től. Az elmúlt 2,5 év sok kihívást tartogatott az itt dolgozók számára, hiszen az ügyfélbarát ügyintézés megteremtéséhez sok változtatásra volt szükség, illetve olyan feladatok ellátása került ide, amelyek most már a korábbi városi és kistérségi területen túlnyúlva jóval több település ügyintézését jelenti. Induláskor 6 szervezeti egységgel álltunk föl, minden járásban volt és van azóta is okmányirodai osztály, gyámhivatali osztály, illetve munkaügyi kirendeltség. Az ezen kívüli további szervezeti egységek, például földhivatal, állategészségügyi állomás vagy népegészségügyi szolgálat, ezek már járásonként eltérő illetékességgel kerültek felállításra. Itt megmaradtak a korábbi területi illetékességek, hiszen, mint említettem, ők korábban önálló szakigazgatási egységek voltak. Megmaradt a területi illetékességük, csak a helyi irányítás került járási szintre. Így Sárospataki járási hivatalhoz a gyámhivatalon és a munkaügyi kirendeltségen okmányirodán kívül tartozik még állategészségügyi és élelmiszerlánc biztonsági szolgálat, valamint építésügyi hivatal. Az ügyek elintézésének lehetősége a jövőben tovább bővül, hiszen augusztus első hetében megnyílik a kormányablak is, amely még inkább az ügyfélbarát kiszolgálást segíti. Jelentős előrelépést fog ez jelenteni a Sárospataki járásban élőknek, hiszen nem csak az okmányirodai feladatokat fogják tudni ezentúl a kormányablakban, egy sokkal korszerűbb, kulturáltabb és mindenképpen ügyfélbarátabb ügyintézési helyen intézni, hanem a kormányablaknak lényegesen kiterjedtebb, szélesebb körű feladat és hatásköre van. Jelenleg közel 350 ügytípus intézhető, illetve indítható a kormányablakban. Itt alapvetően meg kell különböztetni az azonnal intézhető ügyeket, ezek jellemzően a korábban is okmányirodai ügyekként szereplő ügyek, meg kell különböztetnünk azokat az ügyeket, amelyekre vonatkozóan a kérelmeket átvesszük a kormányablakban, és ezeket majd mi továbbítjuk a megfelelő hivatalokhoz, illetve szervezeti egységeinkhez, de azt gondolom, hogy ez is mindenképpen az ügyfelek érdekében és az ügyfélkomfortot szolgáló szolgáltatásként említhető, hiszen nem kell az ügyfélnek 6 hivatalba elutaznia, itt egyetlen ablakban, egyetlen ügyintézési ponton valamennyi államigazgatáshoz kapcsolódó ügyes bajos dolgát elindíthatja, és majd innen minden a megfelelő helyre kerül. Az ország egyik legnagyobb kormányhivatalaként működik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 16 járási hivatallal, több mint 2500 kormánytisztviselővel. Sárospatakon 50 szakember látja el a rájuk bízott feladatot.